kedvenc kísérleteimből hoztam egy párat, de azért eszembe jutott egy érdekes matematikai kísérlet, amit kipróbálhatunk. Kérdésem a következő, szerintetek hány ember kell ahhoz, hogy egy teremben, tehát mondjuk egy helyen lévők közül legyen kettő, akinek egy napon van a szülinapja? Tehát hány ember kell ahhoz, hogy nagyon nagy valószínűséggel, mondjuk ilyen 99% valószínűséggel legyen kettő, akinek egy nap van a szülinapja? Szökőjével nem foglalkozunk. Szerinted 365, és akkor biztos, hogy van akinek 66. Van-e más ötlet? Hány ember kell szerintetek? Na? Lehet tippelni nyugodtan. Senkinek semmi ötlete? Ugye ahhoz, hogy 366 legyen, azért az nagyon pek, tehát hogy az szinte lehetetlen úgy összeválogatni embert, lehetséges, de kicsi a valószínűség. Tehát maradjunk annyiba, hogy annál kevesebb. Van-e más ötlet? Senkinek semmi. Na jó. Az a helyzet, hogy olyan 23 embernél már 50% a valószínűsége, tehát akkor már szinte, vagy akkor fele, és olyan 60 ember körül érjük el azt, hogy szinte biztos, hogy van két egy napon született, és azt számolgattam, hogy a teremben úgy nagyjából most 60-an vagyunk, tehát olyan 98-99% a valószínűsége, hogy itt most van két ember, aki egy napon született, és erre kíváncsi vagyok, ezt próbáljuk ki. Úgy lehetne ezt megoldani, hogy innen elkezdünk sorba menni, mindenki megmondja, hogy ő milyen napon született, és ha valaki ugyanazon a napon született, akkor ő sikít, hogy én is, jó? Próbáljuk ki, kíváncsi vagyok, fog-e ez most működni, elvileg kéne találnunk legalább egy ilyen párt, és akkor innen menjünk is sorba. Tessék kezdeni. Május 3. Május 16. Február 12. Március 16. Március 28. Július 30. Szeptember 10. Na, meg is vagyunk, és ugye a felét használtuk el a teremnek körülbelül, tehát ha végig mennénk, valószínűleg még egy vagy két pár is alakulna. Na, ennyit a matematikáról, tehát ugye ez egy olyan kísérlet volt, amit eszközök nélkül is meg tudunk valósítani. Következő lenne a menetrend, én hoztam különböző dolgokat. Először mutatnék egy pár olyan kísérletet, amihez nem kell semmi bonyolult eszköz, akinek kedve, lelkesedése van, ezeket meg tudja ismételni. Aztán azért hoztam egy-két olyan különlegesebb, izgalmasabb anyagot, amivel hétköznap nem nagyon találkozik az ember. Hát nem is tudom, mivel kezdjük. Volt egy kollégám, egyszer elküldték, hogy űrkutatásról lesz előadás, és akkor ahhoz kapcsolódóan kísérletezzen, és akkor ő ezt úgy oldotta meg, hogy mondta, hogy hát az űrben hideg van, a folyékony nitrogén is hideg, úgyhogy mutatott folyékony nitrogénes kísérleteket. És én is gondoltam arra, hogy akkor azt fogom csinálni, hogy arról volt, hogy a vírusok terjednek, a hang is terjed, úgyhogy mutatok hangtani kísérleteket, de túl egyszerűnek tűnt a dolog, hogy csak hangtant hozzak, de azért elhoztam egy-két kedvenc hangtant, mert úgyis szilveszter van, lassan lehet hangoskodni, hogy egy-két szilveszteri előötlet, hangszerkészítés, kezdjünk egy szívószállal. Fogom ezt a szívószálat, meghúzom. Ha jól csinálom, akkor a szívószál nem szakad el, csak így megnyúlik. Utána ebbe a megnyúlt részbe kell vágni egy kis háromszöget. Háromszögnek még a csücskéből egy kicsit le lehet csapni. És ha minden igaz, akkor kész vagyunk. Ugye ez megszólal. Gyártottam egy szívószál dudát. Azért, hogy kísérlet legyen a dologból, megmagyarázzuk a fizikáját is, hogy mi történik itt. Vágtam ebbe a két ilyen kis, ebbe a vékony részbe két ilyen kis nyelvecskét, és ha ezeknek a nyelveknek közé fújom a levegőt, akkor a két nyelv között lecsökken a nyomás. Nem tudom, mennyire hallottatok erről, Bernoulli törvény, ha valahol gyorsan áramlik a levegő, vagy bármilyen közeg, ott lecsökken a nyomás. Tehát ott a két nyelv, közé fújunk, lecsökken a nyomás, akkor ezek összecsukódnak. Ugye akkor nem megy át a levegő, mi lesz velük? Kinyílnak. Megint bemegy a levegő, megint becsukódnak. Ez a két nyelved elkezdi tapsikolni. Mondjuk ezt úgy szép szóval, hogy rezegni, és ezt a rezgést felerősíti a szívószál. Ilyen egyszerű ez a duda. Át lehet ezt hangolni? Hogy más hangja legyen. Ja, hosszával lehet ezt állítani. Próbáljuk ki. Ugye működik a dolog. Na,
Azt a szót szerintem hallottátok majd, hullámhossz, gondolom. A hangoknak van hullámhossza, és hogy egy hang magas vagy mély, az attól függ, hogy milyen a hullámhossza. Na, hogy működik ez? A hosszú hullámhosszú hangok az úgy, a mély hangok, rövid hullámhosszú a magas hang. A szívószál meg úgy működik, hogy amilyen hosszú a szívószál, mindig olyan hullámhosszú hangot erősít föl. Tehát, amíg hosszú a szívószál, hosszú hullámhosszú hangot erősít föl, és mély hangot hallunk. Ha rövidre vágom, rövidebb hullámhosszú hangot erősít föl, és magasabb hangot hallunk. Ja, még egy módszer az áthangolásra, mert hogy az a baj, hogy annak a dudának többet már mély hangja nem igen lesz, ugye, amit levagdostam. Mi az a módszer, amivel lehet oda-vissza változtatni a hangját? Gondolkozzatok hangszerekbe. Hogy? Csak belevágunk, nem vágjuk bele. Azaz. Belevágok. Nem elvágom, csak vágok bele egy lyukat. Ugye működik a dolog, ha befogom a lyukat, nyilván olyan, mintha ott se lenne. Ha viszont kinyitom, akkor ez a rész nem jön rezgésbe, olyan, mintha levágtam volna, és magasabb hangot hallunk. Ugye ha kiszámolom, hogy hova kell furkászni a lyukakat, akkor tiszta hangon fog ez megszólalni, és akkor kapjuk mondjuk a furuját. Illetve lenne a másik módszer az ilyen, amit a pozan, a harson, hogy valami toldalékkal tologatni a cső hosszát, de most ahhoz nem hoztam toldalékot. Nézzünk még egy dudát. Ez egy hatékonyabb. Kesztyűbe dudálni, nem tudom, tudtok-e, és megmutatom, hogy kell. Gumikesztyűre van szükség, meg egy műanyag csőre, vagy alufólia gurigára, bármilyen csőre. Ezt ráfeszítem, fölfújom. És akkor dudálunk. Na nézzük ezt, hogy működik. Ugye ide feszítem a gumilapot, ha egy kis helyet hagyok alatta, itt megemelem a gumit. Akkor itt elkezd áramlani a levegő, az megint csak rezgésbe hozza a gumilapot, a cső felerősíti ezt a rezgést, és kész vagyunk. Ugye ezek a szilveszteri dudák, amiben ide oldalról belefújsz. Nézd meg, annak a végén is van egy membrán, és ott is úgy működik, hogy az alatt kell átfújni a levegőt, azok is így működnek. És ugye lehet ezeknek is a hangját kicsit változtatni. Hosszabb csővel milyen lesz a hangja? Mélyebb nyilván, ugye? Ugye működik a dolog, és akkor van még egy megoldás, ha nagyon hosszú csövet teszünk rá, akkor remélhetőleg nagyon mély lesz a hangja. Ajaj. Hogy ilyenkor miért ad ki magas hangot, abban most nem menjünk bele, ilyenkor egy pár oktávval magasabb felharmonikus szólal meg. Reméljük, tudunk tényleg mély hangot is csinálni. Így működik a dolog. Ugye ezeknél a kis szilveszteri dudáknál is, ha sokat egymásba dugsz, akkor lehet ilyen mély hangot csinálni. Meg azért szeretjük ezt a csövet, mert ez akkor is szól, ha megpörgetem. Méghozzá a pörgetés sebességétől függ, hogy mennyire szól ez, milyen hangom. Itt meg valahogy az történik, hogy ahogy elkezdem pörgetni, ugye ennél a végénél nagyon gyorsan áramlik a levegő, lecsökken a nyomás, megint ez a Bernoulli dolog, és elkezd levegő áramlani végig a csőbe. Viszont az áramló levegő elkezd pattogni ezeken a recéken, és rezgésbe jön. És ugye a rezgést azt megint halljuk, mint hangot. Na! Hoztam még egy hangtani kísérletet. Van egy ilyen lufim, ami azt tudja, hogy fölszáll. Na jó, azt majd onnan levadásztuk, van nálam még egy. Ez nem lesz jó. Ez egy kicsit kevésbé működik. Na jó. Meg jó, ilyen alacsony a belmagasság. Mi van a lufiban? Valamilyen könnyű gáz. Tehát ne szívjatok be minden lufit, ami felszáll, mert lehet benne mondjuk hidrogén is, ami éppen egy robbanásveszélyes gáz, és az is könnyebb a levegőnél. Tehát annyit tudunk, hogy könnyebb gáz van a lufiban, nyilván ebben most héliumot töltöttem, és akkor szeretném megmutatni ennek a hangtani hatásait. Azt gondolom, tudjátok, hogy ha az ember héliumot lélegzik be, akkor a hangja vékonyabb lesz. Most azért van ez, mert a hélium egy ritkább közeg a levegőnél, ebben gyorsabban terjed a hang, lecsökken a hullámhossza, magas hangot kapunk, egymásban.
Ugye addig tart csak a kísérlet, amíg levegőt nem veszek. Mert ugye mivel a hélium könnyű gáz, fölfelé száll, és elmúlik a hatása. Az első lélegzetvételnél kirepül a tüdőmből, és nem tart tovább. Na. Nyugodtan egyébként általában a búcsúban az ilyen fölfele szálló lufiba hélium van, ezt ki lehet próbálni. Arra kell csak vigyázni, hogy ha teleszívod magad héliummal, nem biztos, hogy marad elég oxigén a tüdődbe. És picit meg lehet tőle szédülni, hogy azért óvatosan kell ezzel bánni. Na jó, és akkor nézzük az izgalmasabb anyagaimat. A következő kísérleti eszközünk az így néz ki. No, ő itt a száraz jég. Fölkészülésem hiányos volt, hogy kérek egy bátor önkéntest. Mondjuk téged, légy szíves. És az lenne a kérésem, hogy szaladj ki a mosdóra, és olyan félig töltsd ezt meg nekem vízzel. Köszönöm. Bocsánat, kicsit szétszórt vagyok, ezt elfelejtettem bekészíteni. Na nézzük addig, mit tud ez a száraz jég. Ugye első kérdés, miért mondják rá, hogy száraz? Mert nem vizes nyilván. No, bármeddig itt hagyom az asztalom, ez alatt nem lesz tócsa, nem alakul folyadékká ez az anyag, mert hogy nem vízből van, ahogy ezt páran is mondtátok is, ez fagyasztott széndioxid gáz. A széndioxid mínusz 78 fokon fagy meg, körülbelül, akkor lesz szilárd. Ez így néz ilyenkor ki. És ilyen érdekes anyag ez a széndioxid, hogy ezen a légnyomáson, ahol mi itt vagyunk, nem tud folyadékká alakulni. Tehát vagy ilyen szilárd, mint itt a kezemben, vagy egyből gázzá alakul. Ugye ezt mondják úgy szép szóval, hogy sublimál. Lehet látni, hogy keletkezik a gáz? Na lehet? Miért nem lehet? Mert a széndioxid egy szintelen szagtalan gáz, azt nyilván nem látod. Ilyenkor, mikor látsz valamilyen fehéret, ez pára. A levegőből vagy a lehelletemből kicsapódik a pára, télen is, ha kimész a hidegbe, a hideg miatt látszik a lehelleted. Ez miatt van ez. Bekészítek ide egy kis száraz jeget. Remek. Közben megjött a vizem is, köszönöm szépen. Akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki ez a széndioxid. Ja. Most már látjátok-e? Látjátok, hol látni? A buborékba, így van. Tehát fölül megint egy ilyen ködöt, egy ilyen párát gyártok, viszont a buborék, ami ott följön, az a széndioxid gáz. Ugye milyen, mi lesz ilyenkor ebbe a pohárba? Szénsav, szódavíz. Ugye a széndioxid vízzel keveredve az a szénsav, úgyhogy van egy pohár hideg szódavízem. Na, tegyünk még egy-két helyre száraz jégből. Teszek egy kicsit ebbe az edénybe is. Vagy teszek egy kicsit ebbe az edénybe is. No, és akkor mi mindent lehet ezzel kezdeni? Legtöbb kísérletünk az arra alapul, hogy a széndioxid szublimál. És ha ezt én valahol bezárom, ugye a keletkező gáz megnöveli a nyomást, és lehet ezzel mindenfélét csinálni. Például, ha a lombikra lufit teszek, ugye a keletkező gázzal föl tudjuk fújni a lufit. Ez az egyszerűbb része. Mi van akkor, ha erre az edényre teszem rá a kupakot? Ugye fölrobban, kidúran. Ugye lehet látni, hogy keletkezik a gáz, és az elkezdi fölfújni a palackot. Ugye egyre nagyobbra fújódik. És igazatok van, ha így hagyjuk, akkor előbb-utóbb fölrobban, bár ennek a nagyszájú üvegnek általában a kupakja repül le, de azért nem hagyjuk, így kinyitom. Jó, a reflektor is megúszta. Hát volt már rá példa, hogy ilyen lámpákat azért ilyenkor el lehet találni. Szabadtéren föl szoktuk hagyni robbanni az ilyen palackokat, csak ez olyan hangerővel robban, hogy egy ilyen zárt helyen a fülednek nagyon rosszat tenne. Tehát ilyen csengene az ember füle egy fél órát utána. Lehet ezzel olyat is csinálni, hogy ilyen karikákat tudunk fújni, bár fehér háttér előtt ez nem tudom mennyire látszik. Hát ez csak ilyen kis érdekesség, hogy ilyet is tud. No. Most még egy helyre zártam én be ebből a száraz jégből. Van egy ilyen kis edényem. Ez nem robban. Tudjátok mi ez? Ebből lesz a helyet valami. Azaz. Úgy hívják ezt, hogy előgyártmány, külföldi preform.
Egy 2 literes PET palack az egy ilyen kis műanyag csövecskéből kész, ugye ezt kiöntik tömör műanyagból, és ebből forró levegővel lehet fölfújni egy PET palackot. Ugye olyan vékony falú dolgot, mint egy PET palack nem lehetne önteni, úgyhogy ezt úgy csinálják, hogy belefújják a sablomba. Na most, mivel ebből 2 literes palackot lehet gyártani, ennek most még nagyon vastag a fala, annyira nagyon vastag, hogy kibírja azt a nyomást, ami itt keletkezik. Ugye a nagy erény az fölrobbant volna, ez nem robban, és nem tudom, látjátok-e, mi van ott alul? Folyadék. Azaz. Helyesen mondtátok, senki nem vágta rá, hogy víz, mert ugye nyilván nem víz az ott, hanem annyira megnő a nyomás, hogy a száraz jegem az folyadékká tud alakulni, tehát odavent most folyékony széndioxidot látunk. És ez nagyon érdekes helyzet, amit itt látni. Itt fölül gáz széndioxid van, alul folyékony széndioxid, benne szilárd széndioxid, tehát mind a három halmaz állapotát látom a széndioxidnak. Ezt úgy hívják, hogy hármas pont. Na most minden anyagnak létezik hármas pont, és nagyon ritka, hogy ez emberi szemmel megfigyelhető. Azért jó ez a kísérlet, mert a hármas pont az azért pont, mert egy pont van, tehát mínusz 55 fokon és 5 bar nyomáson körülbelül ott van ez a hármas pont. És amíg látom mind a három összetevőt, addig biztos, hogy ebbe az edényben csak 5 bar nyomás van. Azt meg kibírja az edény, az nem probléma. Ha eltűnik az összes szilárd, akkor ugrásszerűen nő a nyomás, és akkor ez a kis edény is föl tud robbanni. Hogy azt nem várom meg, ha kinyitom, akkor vajon mi lesz a folyadékból? Gáz. Vagy szilárd, ugye ez a két lehetőség, és akkor nézzük meg, mi történik. Mind a kettő. Ugye halljátok, hogy sziszeg, tehát hogy egyik része gázzá alakul és elpárolog, csak a párolgás az nagyon nagy hőt von el, és az a maradékot visszafagyasztja. És amit visszafagyasztottam, az már nem olyan, mint amit a gyárba csináltak, hanem ilyen, mint a hó, ilyen száraz jéghavat tudtam gyártani. Na, még egy dolgot érdemes a széndioxidról tudni, nem is a száraz jégről, hanem magáról a széndioxid gázról. Azaz, hogy két dolgot is. Egyrészt ez egy nehéz gáz, nehezebb a levegőnél. Másrészt nem égnek benne a dolgok. Nem táplálja az égést. És ugye ezt nagyon egyszerűen ki lehet mutatni egy kísérlettel. Fogom ezt a mécsest. A széndioxid nehéz gáz, tehát ebbe a pohárba ugye most benne maradt, és akkor nyakon öntöm vele a mécsest. Akkor eloltja. Tudjátok-e, hol szokott ezzel baj lenni? Borospince. Azaz, mikor forra bor, széndioxid termelődik, ugye a pince len van a föld alatt, a széndioxid meg nehéz, tehát ő is lemarad, és ha lemegy, az ember meg is fulladhat. Ugye mit csinál az okos borász? Gyertyát visz. Gyertyával mennek a pincébe, ez nem csak azért van, mert hangulatos, hanem ez fontos. És nézzétek meg, tényleg elindulok lefele, most kiöntöttem valamennyit a széndioxidból. Ha meg tudjuk keresni, hogy meddig van széndioxid a pohár, ott a gyufa vége már nem ég, a teteje még ég, tehát ott van valahol a határ. Ha alá megyek, elalszik. És ugye a borász is azt szokta, hogy lapáton, vagy tehát mindenképpen maga előtt ormagasság alatt viszi a gyertyát, ha elalszik, tudja, hogy szellőztetni kell, nem szabad lemenni. Illetve ha szétnéztek, számtekterem környékén is van széndioxiddal oltó a falon, az is azt tudja, hogy széndioxidot lehet vele fújni a tűzre, és akkor azzal szépen el tudjuk oltani. Jegyezzétek meg, erre még majd a kísérlet folyamán visszatérünk. Azonban most nézzük a másik kis kedvencünket. Ebbe a kannába található. És úgy hívják ezt, hogy folyékony nitrogén. Gondolom mindenki tudja, hogy hol találkozunk nitrogénnel. Úgy kórusba kell mondani, hogy levegőben, így van. Ugye a levegőnek olyan 78%-a nitrogén körülbelül, ezt mindenki tudja, mindenki ismeri ezt az anyagot. Ezt lélegezzük be. Na most, ha mínusz 196 foknál hidegebbre hűtik a nitrogént, akkor az lecsapódik, és folyadék lesz belőle. És akkor nézzük, hogy hogy néz ez ki. Érni? Hát az a dabent mínusz 196 fokos cseppfolyós nitrogén. Ugye a nitrogénnel azért jó kísérletezném, ha egy kicsit kiöntöd, már jól néz ki, és még akkor nem is csináltál semmit. Hát így néz ez ki odabent. A kezem az csak azért nem fagyott le, mert ez egy ilyen gyuáredény nevezetű szerkezet, a két fala között vákum van a hőszigetel. Ugye mit csinál most odabent ez a nitrogén? Forr. Így van, a forráspontja mínusz 196 fok, tehát ez ilyen szobahőmérsékleten szépen forr. No. Kétféle kísérletet lehet ezzel a nitrogénnel végezni. Első kísérlet típus, hogy különböző dolgokat lehűtünk benne. Azt gondolom, mindenki ismeri, hogy mi van, akkor lehűtöm a lufit. Na? Megfagy, szét lehet törni, ugye? Próbáljuk inkább egy új lufival. Nézzük, hogy van ez. Beleteszem, kiveszem. Sem lehet széttörni.
Az miért lehet? Azért lehet, mert bele is merek nyúlni, és a kezemet se lehet széttörni. Annyira hideg ez az anyag, hogy mielőtt elkezd a kezemhez hozzáérni, ahogy közelít hozzá, már elpárolog. Annyira nagy a hőmérséklet különbség, ugye ez mínusz 196 fokos, a kezem az mondjuk 36, az egy nagyon nagy különbség, elpárolog mielőtt hozzámér, és a bőröm meg a kezem között van egy páraréteg, ami hőszigetel megvéd, ezért is merek vele kísérletezni, nyugodtan, békésen, ha egy picit belenyúlok, vagy rám folyik, akkor nincs probléma. Hogy törik össze mégis a lufi? Ha beletesszük egy kicsit hosszabb időre. Ugye ez a páraréteg, amiről beszéltem, ez 1-2 másodpercig működik, aztán összeomlik, akkor hozzáér a folyadék, és akkor viszont működik az, hogy tényleg le tudjuk fűteni, és akár össze tudjuk törni. Hát ez az, amit ti is láttatok már, gondolom. És akkor mi mindent lehet még lehűteni ezzel a nitrogénnel? Le lehet hűteni mondjuk ezt a lombikot, amit itt szépen időközben fölfújt a száraz jég. Így mi? Amíg az ott hűl, addig töltök magamnak még egy kis nitrogént. Ugye ezzel ilyenkor mi lesz? Talán már látszik is, hogy megy össze. Ugye most alul megint lefagyasztom a széndioxidot, újra száraz jég lesz belőle. A lufin meg szépen összemegy. De sőt, ahogy összemegy, belemegy a lombikba. De minek megy ez oda bele? Mire rátettem a lufikot a lufit a lombikra, addigra ez szépen lassan megtel széndioxiddal, mert ugye a széndioxid nehéz gáz. Most az összes széndioxidot megfagyasztottam, és ilyenkor látjuk, hogy a lombikban nem marad semmi. Kívülről bemegy oda a levegő, és az nem nagyon zavarja, hogy a lufi az neki útban van, az simán benyomja maga elé. Ugye, ha most van egy kis szerencsém, akkor mi lesz ezzel? Visszajön. Hát ugye kiraktam, most megint melegszik a száraz jég, széndioxid lesz belőle. Ha szerencsénk van és nem durran ki, akkor előbb-utóbb előmászik onnan az a lufi. Hagyjuk azt ott pihenni. Addig hűtsünk még dolgokat. Hűtsük le a fölfújt lufimat. Ezzel lehet varázsolni, van ez a lufi. A másik héliumos. Ehhez egy kis levegőt is fújtam, hogy ne repüljön olyan gyorsan. Nézzük meg, mi van, ha ezt hűtöm le. Ugye a benne lévő gáz hőtágul, összemegy kicsire. És ha egy gáz összemegy, akkor nyilván a sűrűsége ezzel együtt megnő, tehát már nem fog fölfele szállni. A lufi, meg mivel egyszer már fölfújtam, attól kicsit megnyúlt, megváltozott, ezt már nem lehet összetörni, csak olyan lesz, mint egy zacskó. És közben, ha megnézzük ezt az előző lufit, amit összetörtem, ez visszamelegedett és újra rugalmas. És elvileg az a lufi is tudja ugyanezt, kirakom, visszamelegszik, és újra rugalmassá válik. Akkor gyerekeket ilyenkor szoktuk hűíteni a Jedi erővel. Ugye, mert nyilván, ahogy visszamelegszik a gáz, visszaalakul a sűrűsége is, és akkor szépen föl tudsz szállni. Égni. És akkor fölmegy. Na nézzünk valami komolyabbat is. Mégiscsak gimnáziumban vagyunk, úgyhogy hoztam egy kis izgalmasabb kísérletet is. Hát, hogy izgalmas, azt majd eldöntitek minden esetre, komolyabb, illetve kicsit bonyolultabb az eddig látottaknál. Hallottatok-e már arról, hogy szupravezetés, vagy szupravezető? Ja, mit tud egy darab szupravezető? Nincs ellenállása. Ellenállás nélkül vezeti az áramot. Ugye, amíg az elektromos művektől a házadig eljön az áram, a kábelbe az ellenállás során egy csomó elvész. Tehát mondjuk, ha elindul 100% áram, akkor mondjuk 90% jut el a házadig. Ha lennének olyan szupravezetőink, aminek nincs ellenállása, akkor ez nem lenne. És ezen sok-sok mindent meg lehetne spórolni, jobb számítógépeket lehetne csinálni, és a többi, és a többi. Léteznek szupravezetők, csak egy baj van. A fémeknek, a vezetőknek van egy olyan tulajdonság, hogy ha lehűtesz egy vezetőt, akkor az jobban vezeti az áramot. A szupravezetésre, amikor rájöttek, akkor hát nem is tudom, hogy mit hűtöttek, talán platinát hűtött. A lufink az közben előjött, és nem figyeltünk. Tehát talán platinát hűtöttek le folyékony héliumba olyan mínusz 270 fokra, és akkor lett a szupravezető. Na ehhez képest ez, ami itt nálam van, ez egy úgynevezett magas hőmérsékletű szupravezető, ez olyan mínusz 120 fokon válik szupravezetővé.
Ezt jelenti az, hogy magas hőmérsékletű. Ugye ahhoz ez már jó, hogy a mínusz 196 fokos nitrogénnel le tudjam hűteni. Nyakon öntöm, és akkor várunk egy kicsit, hogy ez áthűljön. Így. Manapság olyan mínusz 60 fok körül járnak a szupravezetőkkel. Ha elérnénk azt, hogy a szobahőmérsékleten működjön, az tényleg rengeteg mindenben jelenten a nagy áttörést, úgyhogy lehet ezen próbálkozni, egy Nobel-díjat biztos kaptok érte, ha valaki kitalálja. No, és ugye megint az van, hogy amíg pezseg körülötte a nitrogén, addig nem hűlt át a szupravezető, hogy várunk egy kicsit, hogy ez a pezsgés megszűnjön. És akkor hogy tudom én megmutatni, hogy itt valami nem normális, vagy hogy ez ugye szupravezetőként működik? Azt fogom csinálni, ez egy mágnes, egy jó erős neodímium mágnes, ezt fölé teszem. Már problémás. Na, pillanat. Nagyon szökik. Itt fölé tesszük. Hát most ezt talán az első sor, ha látja. Na, nézd már. Így. Lebeg fölötte. Tehát ilyenkor ez a szupravezető egy ilyen mágneses tükörként működik. Dióhéjban annyit, hogy ez ugye azt történik, hogy elkezdem közelíteni felé a mágnest, ettől abba indukálódik egy kis feszültség, és elindulnak benne ilyen örvényáramok. Viszont mivel nincs ellenállása, ez az örvényáram, ez folyamatosan kering benne, és ő is egy mágnessé válik tulajdonképpen. És ugye Lenz törvényről, nem tudom, hallottatok-e a neve, ilyenkor mindig a létrehozó mágnessel ellentétes lesz ez a hatás, és ezt a mágnes lebegteti. Na most, hogy ezt mindannyian lássuk rendesen, ez fordítva is működik. Tehát ha megemelem, akkor nem tudja elejteni a szupravezetőt, hanem ez lebeg alatta. Egészen addig még vissza nem melegszik, tehát amint a mínusz 120 fok körüli határt eléri, akkor megszűnik szupravezetőnek lenni, és akkor le fog pottyanni, addig viszont ez itt szépen lebeg. Így. Interneten rákerestek, csináltak ilyenből vasutat. Egy vasúti körpálya van neodímium mágnesből, és egy ilyen kis szupravezető vasúti kocsi tud rajta keringeni. No. Ennyit erről. Ugye azt mondtam, hogy kétféle kísérletet tudunk csinálni a nitrogénnel. Az egyikféle kísérlet ez volt, hogy lehűtünk vele különböző dolgokat. Még lehűthetjük vele ezt a lufit is, amit időközben visszanőtt. Ezzel mi lesz, ha lehűtöm? Mi lesz benne? Széndiokszid, száraz jég, ugye? Megint csak visszafagyasztom a széndiokszidot, és akkor tudok száraz jeget gyártani. Fölvágjuk. Akkor megint itt a száraz jéghó. Így. No, másik kísérlet típus az az, hogy az üvegedénybe talán emlékeztek, hogy mutattam, hogy a nitrogén az folyamatosan forr. Ugye? És ha bezárom valahova, ugyanúgy, ahogy mondjuk a széndioxid az üveget meg tudta mozdítani, ki tudtuk durrantani, ezzel is lehet durogtatni. Hát minden oldalon ablak van, úgyhogy kicsit félek, de azért megpróbáljuk. A lombikba, vagy ebbe az üvegbe teszek egy kis nitrogént, és egy gumidugóval bedugózom. Ilyenkor megnő a nyomás, ezt a palackot előbb vagy utóbb, hát úgy látszik utóbb, de reméljük, hogy kilövi. Na. Most már azért is kilövöm. Hát jó. Jó, mutatok más, mert az a helyzet, hogy annyira mindenhol van valami ablak, hogy ezzel most nem merek nagyon virgonckodni. Csináljuk inkább azt, hogy nem a lombikba, hanem ebbe a lufiba töltünk egy kis nitrogént. Jó, jó. A töltséremet azt otthon hagytam, úgyhogy másképp oldjuk meg a dolgot. Kicsit öntök a lufiba. Na jó, hát ez így most nem fog működni. Szomorú vagyok. Nem baj, akkor lombikba tesszük a nitrogént. Ebben most teszek bőven. És a lezárás módját is megváltoztatom. Ugye nem azzal a tömör dugóval dugózom be, hanem ezzel, ami egy üvegcsővel van átszúrva. És akkor nézzük ezzel, mi lesz, ha bezárom. Inni. Ugye megint csak bezártuk. Megnő a nyomás, de a cső miatt ugye ki tud jönni a nitrogén. Méghozzá, mivel a cső belóg a lombik aljáig, magát a folyadékot fújja ilyenkor, ez ugye úgy működik, mint a szódás szifon.
Viszont annyira hideg ez az anyag, hogy már nem esik vissza ránk, hanem a levegőbe elpárolog. És kapunk egy ilyen pára, ilyen felhőszökőkutat. Régebbi filmekben használtak is erre a nitrogént, hogy ha kell egy ilyen gőzölgő mocsár, vagy valamilyen párafelhő, akkor kicsit így kijöntünk, és kész is van. És még egy dolgot hoztam nektek. Direkt hagytam a kísérlet végére, mert elég füstös. Térjünk vissza a száraz jéghez. Ugye megbeszéltük róla, hogy a száraz jég, mint olyan, nem táplálja az égést, ugye eloltotta a gyertyát, eloltja a gyufát, van száraz vagy széndioksziddal oltó. Na most ennek ellenére azt állítom, hogy ebbe nyugodtan lehet tüzet rakni. Mert hogy miből áll a széndioxid, most kicsit átnyargalunk a kémiára. Ugye szén, di, az ugye azt mondja, hogy kettő, oxid. Tehát, hogy egy szén atomhoz kettő oxigén atom kapcsolódik, tehát ennek itt a kétharmada oxigén. Ugye? Mégse égnek benne a dolgok, pedig ugye az oxigén az alapvető szükséglete az égésnek. És ez azért van, mert nagyon erős a kapcsolat a szén és az oxigén atomok között. Nagyon stabil ez a molekula. A szén az ragaszkodik az ő oxigén atomjaihoz, mondjuk úgy. Na most, vannak olyan anyagok, amik elég agresszíven tudnak ahhoz égni, hogy a széntől elszedjék az ő oxigén atomjait. Ilyen anyag a magnézium. De hol lehet a magnéziummal találkozni? A csillagszóró például azért ég olyan fényesen, mert magnéziumpor van benne. És ezek magnéziumforgások, ebből rakunk egy kicsit ide ebbe a száraz jeges tálba. Ígyni. Hát, rakjunk bőven, hogy biztos működjön a kísérlet. Azaz. És akkor az fog történni, hogy én ezt begyújtom, aztán a tetejét is be fogom szedni száraz jéggel. Tehát, hogy biztos ne érjen levegőhöz, száraz jég alá tesszük az egészet. Annyira nem gyullad könnyen a magnézium, annak ellenére, hogy jól ég. Szerintem most már jónak kell lenni. Azaz. És nem hogy eloltaná, hanem még egy kicsit föllobban, még fényesebben, világosabban ég. Most talált még egy forgácsot, úgy látszik. Tehát még szebben ég benne. Ígyni. Na ezért hagytam ezt a végére, mert itt pillanatokon belül az egész terem meg fog telni füsttel. Ha most széttúrnánk ezt a kupacot, akkor meg lehetne nézni, hogy mi maradt. Ugye volt magnéziumunk, meg széndioxidunk, és akkor lejátszódik a reakció, és ha most széttúrom, akkor van benne fehér por, ami magnéziumoxid, meg van benne fekete szén, tehát egy szép kis kémiai reakció játszódik le. No, hát én köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna most mutatni nektek, további szép napot mindenkinek!